felvétel, akkor van a másik. Igen? Vendellel is játszok a tündérmesét. Úgyhogy rátesszük a... Ja. Megkeressük a kis tündérmesét. Még a gyermekek egy picikét pihennek, hogy ebben a korban a hangszeren való koordináció az egy betyár feladat. De működik. Az eleje, szoktam mondani, hogy az eleje az nem fájdalommentes, a szó nem igazi értelmében. De ha valaki ezen a néhány hónapon túl lendül, akkor egy olyan világba csöppen, ami azért azt gondolom, jó esetben egy életen keresztül tart. Úgyhogy ez az igazi missziója egyébként a zenetanításnak, hogy élethosszig tartson. Azt mondja, hogy Varga Vendel, jazzt fogunk játszani. Oké? Okay. Egy pillanat, türelmet. Vendel már majdnem belekezdett, de még én le vagyok maradó. Jazz Cat a címe, a dalnak. Egy macska. Egy jazz macska. Játszok egy dempetelét, tudod? Oké? Okay? És akkor fogok neked számolni. Mehetünk? Tehát Varga Vendel és a Jazz Cat. Bizonyosan mindenki ismeri, Kis kecelányom. Kis kecelányom következik. Megígértem, hogy ezt a piros széket elteszem, de hát ennyit rólam. Thank you.
Azt mondja, hogy ollala. Hát ezt nevezzük csak az 51-esnek, mi csak úgy mondjuk a gitárórán, hogy kezd el az 51-est. Csak Varga Vendel és az 51-es szemlékot. Hajrá, Mesztőz. Tudod, melyik az a kis ujjad tovább esett. Igen, igen. Tudom, hogy ennek a szó, hogy angol.